Sziasztok! Mi van akkor az ember gyerekei gonosz Superman? Mi van akkor, hogyha a kamasz nagyon durván kamasz, olyan földdel pusztítósan kamasz? Ezeket a kérdéseket teszi föl nekünk a Brightburn, magyar címén a lángoló fiú. Kicsit megkéstünk a kritikával, de azért itt vagyunk. A trónok harcához igazítjuk részben a létezésünket, és ez egy kicsit hátravetette ennek a filmnek a premierjét. Mindazonáltal az ígéretünkhöz hűen ezt is elhozzuk nektek. Annak idején, ha emlékeztek, csináltunk erről egy trailer review-t, mert hogy nagyon vártuk, nagyon érdekesnek tűnt. Már a beharangozója, már mint a szöveges beharangozója is jó volt, hogy ténylegesen ez, amit az előbb elmondtam. Az alkotók azon tűnődtek, hogy mi van akkor, hogyha ide jön a Superman a földre, kisgyerek, kezdi felfedezni az erejét. Olyasmi, igen, mint bántják. A Superman, jó, nem a Superman, de jó, persze, hozzá hasonlítjuk. Igen, ezt most így egy ilyen kis kategóriának mondtam. De nem a jó irányba indul el, és az erejét nem jóra kezdi elhasználni, hanem megharagszik az emberiségre, és elkezdi bántani az emberiséget azzal a nagy erővel, ami van neki. Ez a film, és erről szól a film. Meg persze többről, szerintem érdekesen indul, és van egy jó kis allegorikus jelenség benne, hogy tudnélik, mi van akkor, amikor a szülők ilyetten tapasztalják, hogy a gyermekük elkezd fölnőni, és a kamasz ellenük fordul. Hát ennek egy ilyen szuperlatívuszba emelése történik most ebben a filmben, legalábbis az első kétharmadába, felébe, mert utána érdekesbe fajul, és szerintem nekem azlán annyira nem is tetszett. Szóval vegyes érzéseim vannak ezzel a filmmel kapcsolatban, bár van benne potenciál. Bár minden filmmel vegyes érzéseid vannak. Egy sokat mondom? De szerintem igen. Hát a klasszikusokkal, vagy hát az, ami ugye olyan jó, abban nincsenek vegyes érzéseim, ezzel most azok vannak. Igen, fura ez a film, az igazság, hogy tehát el van tékozolva, úgy érzem, ez az ötlet. Jó, mert itt az ötlet, az tök jó, és ez a film, ez kb. Annyi, amennyi a trailer. Tehát amit láttok a trailerben, az ez a film, és kész, így elejétől a végéig. Igen. Nem, szóval nem tud többet adni, mint egy horror. Egy szimpla, néha-néha górba, indokolatlan górba átcsúszó horror. Túlzott erőszakba, így van. Ami nekem nem működik igazából azért, mert hogy tehát, hogy ugye egy normál horrorban akkor működnek jól a dolgok, hogyha egy darabig legalább nem tudod, hogy mi van. Nem tudod, hogy ki a gonosz, nem tudod, hogy mi van. Itt viszont vége egyértelmű mindenkinek, hogy a gyerekkel lesz majd valami, és kicsit sokat nézzük azt, hogy egy ilyen álmos kisvárosban, ilyen lényegtelen kis házakban, meg helyeken játszódik ez a sztori, nem? Számomra ez lapos. Engem nem tartotta fönn az érdeklődésemet, egyébként nem néztem, hogy milyen hosszú a film, de nekem ez hosszú volt, lapos volt, sima jumpscare-es horror volt, annyi, hogy egy ilyen szuperhősös settinggel. Mondom, el van pazarolva, tehát ez lehetett volna egy tök jó antihős, sőt, szuper gonosz eredet történet. És erre tök jó, ezt tovább lehetett volna fűzni, és akkor így megszületett volna egy önálló ilyen gonosz film, mert egyébként ugye volt egy próbálkozás, a Venom, nem is olyan régen, de az is átcsapott hős sztoriba lényegében, nem? Tehát, szóval, hogy nem volt rossz. Nem volt rossz a Venom. Kettős volt. Igen. Szóval tök jó lenne, hogyha ha már elárasztanak minket ezek a szuperhősös filmek, akkor kapnának a gonoszok is önálló eredet történet filmet, amiben viszont kőgonoszak lennének, és kész. Én nekem tetszene, hogyha úgy érne véget egy film adott esetben egy gonosszal, hogy ott mindenki meghal a francba, és csáj, és megszületik a gonosz. És aztán majd ugye őt belefűzik a szuperhősös sztorizba. Hát igen, itt a Gunn család többször nyilatkozta, hogy őket az motiválta, vagy az volt az ő érdekes gondolatuk, hogy mindenki oda van a szuperhősökért, és mindenki méltatja őket, és hogy senki nem azt az általuk normálisnak gondolt reakciót hozza, hogy fél tőlük, mert hogy félelmetesek az erejüknél fogva, és hogy mi van akkor, ami szintén logikus lenne, hogy ellene fordulnak a megkínzóiknak, bántóiknak, gyerekkorukban őket egzerciroztatóknak. Tehát az a helyzet, hogy igen, ez logikus, és szerintem ez egy remek ötlet, vagy azt kellett volna belőle csinálni, amit te mondtál, ahhoz kellett volna egy jó mitológiai háttér, vagy legalábbis rejtélyek, ezt sajnos nem kapjuk itt meg, vagy csak egy kicsit, vagy felvillantva csak. Vagy én arra gondoltam, hogy tényleg lehetett volna azt kibontani, amiben itt szintén van csirában gondolat, hogy tudnélik, tényleg egy parabola lett volna arról, hogy két szülő elkezd félni a gyerekétől, mert nem tudja őt kordában tartani. Ennek lehetett volna egy horror anti-szuperhős ilyen allegóriája, de nem ez lett, hanem, ahogy a Gyuri is mondta, átcsapott ilyen bazári ijeszegetésbe, és egyszerű trashbe, de mondom, sajnos benne van a remény, és
jó, tudod, én nem vagyok olyan edzett horrorban, meg szóval engem kevesebbel is meg lehet félemlíteni filmbe, úgyhogy azt nem mondom, hogy én untam ezt az egészet, mert ez túlzás lenne. Egyszerűen csak az van, hogy mélységek lehettek volna el mögött, és tényleg egy nagyobb valami. Ehhez annyi volt, hogy összeültek a Gunn fiúk. És kitaláltak valamit, ami szerintük nagy poén. Így van, ilyen. De közben nem. Ez egy pubertáskori elfajzás. Én gyűlölöm ezt a szót, hogy pubertás. Nagyon nem tudom, rossz. Ti mit gondoltok rá. Igen. Ez annyira perverz egy szó, undorító. Valamiért, tényleg. Szerintem perverz. Van zavaró. Főleg, hogy így kimondta, hogy perverz. Ez tényleg sajnálják. De nagyon rossz. Ide egy szóval ide jön egy hős, vagy hát egy ilyen szupererős lény, és az elfajzik, és ezt látjuk. Így van. Így és van, azt, hogy nem nagyon lehet vele mit csinálni. Így van. Mert hát egyébként, ha Superman ide jött volna, és ő lett volna így egyből gonosz, akkor az a sem, mit csinálsz vele. Tehát, hogy csá. Ennyi, kész. Ami szórakoztató az az, hogy rettegnek a szülők tőle. Tehát jó nézni, úgy félnek a szülők, mint ahogyan ténylegesen félnek, azt gondolom, manapság főleg a felnövekvő gyermekeiktől, mert ugye ebben a kicsit túl liberalizált világban egyszerűen, mint a szülők nem akarnának erőt mutatni, vagy valahogy nem tudnák kordába tartani ezeket az elfajzásokat, vagy túlkapásokat. Na hát itt most van túlkapás, tehát nyilván itt a köbgyökre van emelve. Egyetlen dolgot még szeretnék kiemelni, ez egy minimális spoiler, teljesen lényegtelen dolog egyébként egy lábjegyzet a filmben, hogy a 12. születésnapjára valami barom kitalálja azt, hogy ennek igen. a kisgyereknek egy vadászpuskát vesz ajándékba. Ja, nagybátyja. Hát... Tehát én nem tudom, hogy ez milyen világ, ahol így egy 12 éves gyereknek egy kurva nagy vadászpuskát, amivel egy bölényt le lehet szerintem szedni, azt kell adni. Tehát, hogy ez így, már ezt ez így tudom. Elég para. Sajnos sok hülyeséget el lehet képzelni, főleg Amerikából, de őszintén szóval nem tudom, valóban egy fura volt ez az egész, hogy akkor ezt kapta, amitől az apja érthető módon nem volt annyira elragadtatva, ennek is lesz majd itt érdekessége. Hát szóval ja, a gyerek színész jó egyébként, és jól visszaadja ezt a félelmetes dolgot, de különben azt is érdemes megnézni, hogy gombamód szaporodnak a paragyerek horrorfilmek. Tehát, hogy de gombamód szaporodnak a paragyerek arcú gyerekszínészek. Ez megint haj az a Paul Dano-ra. A Paul Dano, aki szerintem egy nagyon durva pszichopata fejű gyerek. Azaz, ja. Ez megint olyan lesz. Többször találkozhatatok vele már itt a csatornákon. Ez így van, ez is egy ilyen zavarba ejtően olyan, aki ilyen félelmetesen eminens, de közben teljesen zűrzavaros tekintetű tag. Vagy hát kisgyerek. Tag. Tényleg ez a tag, ez erős. Fura, ja. De hogy az is milyen érdekes, hogy ezt akarják meglovagolni nagyon szerzők, hogy itt volt a Prodigy című film nem régen, a nem tudom, csoda gyerek. A Hereditary. Ja, az örökség, az autista kislánya. Az új Predatorban is egy autista kisfilm. Így van. Tehát a gyerekekkel való paráztatás az szemlátomást egy ilyen valami nagyon vevő rá a tömeg. Ipara van, annak is, meg az öreg asszonyokkal meg az való paráztatást. És egyébként működik is, azt kell mondjam. Nagyon durva. Hát nem, tehát... Jó, hát az biztos, hogy ez egyik legkapósabb műfaj még mindig a moziba, ez is elment a horror irányába, és az emberek akarják nézni a horrort, bár ez a film nem lett fölvezetve, ennek több oka is van egyébként, minden esetben ez nem kapott ilyen reklámkampányokat, titokba forgatták egyébként. A James Gunn miatt. Ja, a James Gunn miatt valószínűleg az ő volt botrányai miatt, amiket aztán végül is megbocsájtott neki a Disney azért, hogy levezényelje a Guardians of the Galaxy 3-at. Mindegy, nem tudom, ez a film szerintem nem fog teljesíteni a pénztáraknál olyan durván. Pedig még egyszer mondom, ja, jó lett volna, és érdekes kérdéseket vett föl. Foglalkoztunk itt már, meg fogunk is a jövőben ilyen szülő-gyerek filmmel, ami valamiért a nevelést, vagy valahogyan a nevelést teszi előtérbe. Nekem ez nagyon tetszett volna, mert jelentős problémákkal ütközik szerintem a mostani szülőgeneráció is nyilván, vagy talán még jobban a mostani. A gyerekekkel is ez a film lehetett volna, hogy ennek tényleg egy ilyen érdekes anti képe. Nem ez lett azonban, hát igen. Én egy pontozásnak mondjuk azt hiszem, hogy hát talán 60-ast mondanék, nem tudom. Ja, 5-60 kb. Ja, ilyen, mert hogy nyilván... Biztos van, akinek ez majd tetszik, nem lehet, tudom. Lehet. Nekem ennyi. Nagyon kíváncsiak vagyunk, szokás szerint találtok, mondjátok el, hogy nektek hogy tetszett, és térjetek vissza hozzánk. Sziasztok! Sziasztok.